legfontosabb, hogy az ember idelép és a kezével felderíti azt, hogy mekkora területen helyezkedik el. Kácsormacska Zsuzsanna, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun megyei egyesületének elnöke, arról mesélt ma délelőtt stábunknak, mit árulhat el egy méretarányos makett valakinek, aki nem lát. Zsuzsa a Kecskeméti Rotary Klub által 10 éve elkészítetett bronzmodell feliratait is képes könnyedén elolvasni. Nagyon nagy segítségemre van az, hogy alatta ugye brejírással nyilván szerepel, hogy mit ábrázol az adott makett. 2017-ben a Rotary Klub szintén a főtéren, de más helyszínen elhatározta, hogy egy újabb, tapintható, láthatatlan projektet valósít meg. Hasonlóan az elsőhöz itt is a teret körülölelő jellegzetes kecskeméti épületeket kívántak megformáztatni és bemutatni a vakok és gyengénlátók, valamint a városba látogató turisták számára. A kecskeméti közgyűlés ma arról döntött, hogy az alkotást a Sétáló utca északkeleti részén helyezik ki. Bár számunkra csak egy makettnek tűnik, a gyengénlátók számára sokkal többet jelent egy-egy ilyen szobor. Megmutatja az igazit, ami az önök óra előtt van gyakorlatilag. Tehát ami az ember fejében megjelenik egy kép, hogy hogyan nézhet ki egy adott épület, azt ki tudja tapintani, meg tudja nézni, és úgy gondolom, hogy további képeket tud az ember magában összerakni arról, hogy valójában hogyan is nézhet ki az az épület. A terek kialakításánál még napjainkban sem mindig figyelnek oda arra, hogy a vakok és gyengénlátók számára is könnyen közlekedhető legyen. Nagyon fontosak a támpontok egy látássérült személy életében, és olyan apró, nagyon apró pici momentumok is lehetnek támpontok, amikre talán egy látó soha nem gondol, hogy az segítség lehet. Maga a főtér az egy vak személy számára itt Kecskeméten nem egy könnyen átlátható, és éppen ezért is ez egy óriási segítség és egy lehetőség nekünk, hogy itt van ez a makett, és ezért meg is ragadom az alkalmat, hogy külön köszönetemet fejezzem ki a Rotary Klubnak, és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a makett itt legyen. Mik azok az apró dolgok, amik mondjuk meg lehetnének itt is, vagy amikre célszerű lenne odafigyelni, hogyha egy teret kialakítanak? Nagyon-nagyon fontos az, hogy legyenek támpontok. Ezek a támpontok lehetnek hangbévi támpontok. Így például értem ez alatt ugye a Nagykörúton lévő hangos zebrákat, amik óriási segítséget jelentenek nekünk. Segítséget jelentenek továbbá a vezető sávok, amik a zebrák előtt találhatóak. Illetve ugye magán a főtéren belül, hogyha elindul az ember A pontból B pontba, ami jelen pillanatban egy vakember meg itt nehézséget okoz, az, hogy ugye számtalan kis út leágazás található. Fontos, hogy a térburkolat se legyen homogén, mivel sokszor az eltérő kövezet sokban segíti a vakok közlekedését. De az épületek hangvisszaverő képességét is felhasználják a tájékozódáshoz. Mindent egybevetve Zsuzsa stábunknak elmondta, egyre többször találkoznak azzal Kecskeméten is, hogy odafigyelnek igényeikre. Erre jó példa a hamarosan már a főtéren is tapintható újabb bronzműalkotás.